Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt miniszterelnök úr. Sok beszédnek sok a zaja, szokták mondani. Arról beszélt, hogy újra fogja indítani a gazdaságot. Nem nagyon tudtuk meg, hogy egészen pontosan hogyan, legalábbis valami olyan körkép rajzolódott ki, hogy lesz nemzeti konzultáció. Már hogy jöttem a parlamentben, látom, hogy vannak új óriás plakátok, ahol hirdetik, hogy majd újraindítják a gazdaságot. Azt is tudjuk, hogy van 4%-os minimálbér emelés, ami 140 forintot jelent naponta, nagyon szép összeg. Azt is látjuk, hogy hitelt is kínál a magyar embereknek, amit majd persze vissza kell fizetni, a kilátástalan jövőt tekintve ez nem túlságosan biztos pont. És hát persze van, vagy hát nincsen kínai vakcina, de ha lesz, akkor se kell majd senkinek. Tehát egyelőre ott tartunk, hogy ön mintha egy kicsit döntésképtelen lenne, miniszterelnök úr. Ezért indít egy újabb nemzeti konzultációt, nyilván menekül a döntéshozatal elől, próbálja húzni az időt, és ezzel nekem nem csak az a bajom, hogy a nemzeti konzultáció az mindig egy méregdrága műfajnak bizonyul, de legfőképp az a bajom, hogy erre a bohockodásra itt és most veszélyhelyzet alatt pláne nincs idő. Úgyhogy rögtön az elején szögezzünk le néhány fontos dolgot, hogy haladjunk is. Egy. Az oltást nem lehet kötelezővé tenni, ezt mondjuk ki. Az oltásnak önkéntes alapon kell működnie, ami viszont azt is jelenti, hogy az oltáshoz nem lehet előnyöket rendelni, mert hogyha valakit előnyben részesítek, azzal másnak óhatatlanul hátrányt okozok, és az nem fordulhat elő, hogy Magyarországon jogfosztott helyzetbe kerüljenek olyanok, akik mondjuk bizonytalan eredetű kínai vakcinával nem akarják saját magukat beoltatni. Kettő. Nem a politikusok dolga meggyőzni a lakosságot az oltás hasznosságáról. Ez a szakemberek, az orvosok, a virológusok feladata. Ők azt mondják, hogy igen, oltassuk be magunkat, lehetőleg olyan vakcinával, amit engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség méghozzá, azért, mert félő, hogy a magyar szakhatóságok, azok nem csak a szakmaiságnak akarnak megfelelni, de még önnek is. Ön meg ebben a kérdésben láthatóan úgy viselkedik, mint valami afrikai kuruzsló. Vagy kínai gyógyszerügynök, aki szerint most is elmondta, minden vakcina jó, amivel legalább 1 millió embert már valahol a nagyvilágban beoltottak. Tehát, hogyha magyarán van valami kínai cucc, amivel beoltottak 1 millió afrikait, vagy 1 millió kínait, az ön szerint jó kell, hogy legyen a magyaroknak is, mert ha nem, ha fanyalgunk, ha húzzuk a szánkat, ha aggódunk a biztonságunkért, akkor mehetünk majd a sor végére, és még ebben az évben is korlátozások között fogunk maszkban megrohadni. Ez a helyzet. Ez, miniszterelnök úr, nem más, mint egy emberkísérlet, kettő zsarolás. Én nagyon jól tudom, hogy az ön haveri körében a zsarolás az egy menő dolog. De ez itt nem Oroszország, meg nem Kína, hanem Magyarország, tudja? Egy uniós tagállam. Nálunk itt a nyugati világban a kormánynak nem az a dolga, hogy befenyítse a népet, hanem az, hogy például jelen esetben biztosítsa a szabad vakcinaválasztás lehetőségét azoknak, akik ezzel a lehetőséggel élni szeretnének. Hozzáteszem, az Európai Unió ez minden segítséget megad. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint az Unió hamarosan képes lesz a lakosság 85%-át biztonságos nyugati vakcinával beoltatni. Ha ebből az oltóanyagból Magyarországra csak késve érkezik, és csekély mennyiség, az pusztán annyit jelent, hogy önnek, miniszterelnök úr, ennyi az értéke. Ekkora a lobby ereje. Ami persze nem csoda, hát mégis ki szeret egyezkedni olyas valakivel, aki folyamatosan köbdösi, folyamatosan zsarolja Európát, mint ahogy azt ő legutóbb az uniós mentőcsomagnál megtette. Miniszterelnök úr, nem lehetne, hogy egyszer az életben nem megzsarolja, hanem partnerként kezeli Európát? Nem megzsarolja, hanem partnerként kezeli a magyar embereket? Hova tovább, partnerként kezeli az ellenzéket? Tavaly ön rendkívüli felhatalmazást kért az ellenzéktől azért, hogy hatékonyan tudja kezelni a válságot. Mi ezt a felhatalmazást megadtuk önnek, bízva abban, hogy át fogja érezni a helyzetet, és kivételesen nem a lopásra fog koncentrálni, hanem az országra. Hát nem sikerült. Az elmúlt időszakban ön ahelyett, hogy kezelte volna a válságot, és azon túl, hogy folyamatosan lopott, mindig valaki másra mutogatott. Korlátlan hatalma volt, de hol az ellenzéket hibáztatta, hol Brüsszelt, hol Sorost, hol a magyar embereket, akik nem veszik önt eléggé komolyan. Ha miniszterelnök úr, ha ennyit tudott elérni, akkor mi a fészkes fenéért kellett önnek az a korlátlan hatalom? Miért? Azért, hogy módosítsa a választójogi törvényt. Azért kellett a korlátlan hatalom, hogy 100 milliárdokkal tömje ki a fideszes alapítványokat? Azért kellett a korlátlan hatalom, hogy kivéreztesse az ellenzéki önkormányzatokat? Azért kellett a korlátlan hatalom, hogy Mészáros meg a többi semmire kellő közpénz milliárdokból újítassa fel a szállodáit? Ezért kellett a hatalom? Miniszterelnök úr, ebben az országban 14 000 honfitársunk halt bele a koronavírusba.
Ki tudja, hány ezren haltak bele az elmaradt gyógykezelésekbe. Százezrek maradtak megérhetés nélkül, és akkor önnek van bőr a képén idejönni, és újabb felhatalmazást kérni? Hát nem fogja megkapni. Tőlem aztán biztosan nem. Elszámoltatást azt igen, azt fog kapni. Egyszer volt Budán kutya vásár miniszterelnök úr, egyszer. A gazdaságvédelmi alapban ott volt 3600 milliárd forint bődületes összeg. Ebből a pénzből meg lehetett volna menteni a komplett magyar gazdaságot, az összes munkahelyet, a teljes vendéglátószektort. Át lehetett volna vállalni a dolgozók bérének a 80%-át. Meg lehetett volna emelni az álláskeresési járadékot. Adómentessé lehetett volna tenni a minimálbért, és még sorolhatnám. Történelmi bűn. Történelmi bűn, hogy ezekben a válságos időkben ön nem a népet mentette, hanem saját magát. Azt a pénzt, amit munkahelyvédelemre kellett volna költeni, hát ön egészen másra szórta. 192 milliárd forintot költött el, nem bértámogatásra, hanem atlétikai stadionra. 100 milliárd forintot költött el, nem a bajba jutott vállalkozások támogatására, hanem fideszes alapítványokra. 86 milliárd forintot költött el, nem a munkanélküliek megsegítésére, hanem Budapest-Belgrád vasútvonalra, amit hogy nem megint csak Mészáros Lőrinc építhet meg. De jutott itt Semmény Zsolt vadászati kiállítására is szépen. Magukat megmentették, csak a népet hagyták veszni. És még most sem az ország nyitásáról beszél, még most sem arról beszél, hogy indítsuk újra az életet, helyette indít egy újabb nemzeti konzultációt. Miniszterelnök úr, az ön adatgyűjtése nélkül is tökéletesen tudjuk, hogy mit akarnak a magyar emberek. Vissza akarják kapni az életüket. Életet akarnak, tudja, nem konzultációt. Pénzt akarnak, nem propagandát. Ön meg ehhez elkezd leverezgetni, miközben komplett szektorokat, komplett ágazatokat hagy tönkremenni, csak azért, hogy aztán majd filléreként rátesse a mocskos kezét. Hát erről szól ez az egész, ne áltassuk már magunkat. Hát ha van egy jól működő vendéglő, ugye? Hát nehogy már másnak működjön jól, hát fiahat az önöknek is. Mert még nincs elég pénzük, ugye? Nincs még elég jachtjuk, nincs még elég földjük, palotájuk, repülőjük. Épp csak a fél ország az önökét, de úgy tűnik, hogy az egész kell, hát nem adjuk. Akiket ma ön kifoszt, akiknek az életét kizsigereli, akiknek a vállalkozásait tönkre teszi, na azok holnap kormányváltó tömegként fognak visszavágni önnek velünk együtt. És higgy el, nincs az a pénz, nem lesz az a pénz, ami ettől önt megmenthetné. Miniszterelnök úr, készülj a bukásra!